rendezvénysorozat 2015-ben indult el Siófokon. Azóta az ország több pontján megismerkedhettek az érdeklődők a MÁV utasbiztonsági programjával. Szerdán Máté Szalkán elsősorban a középiskolásokat várták a szervezők, mivel a diákok a tapasztalatok szerint iskolába menet gyakran megszegik a szabályokat. A mai eseményt azért szerveztük, mert itt Máté Szalka térségében nagyon sok diák utazik vonattal. A diákok ugye itt az eddigi tapasztalatok alapján nem mindig tartják be a közlekedési szabályokat. Erre szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy ez milyen komoly baleseti veszélyforrás jelent. Rendszeres sajnos, hogy keresztül járnak a vágányokon, nem csak a kijelölt helyeken. Itt több esetben tapasztaltuk, hogy még a kerítést átmászva közelítik meg az iskolát, és akkor itt a vagonokon, a vágányokon járkálnak keresztbe. Erre szerettük volna felhívni a figyelmet, meg általában a vasúti közlekedés biztonságának, hogy milyen fontossága van, illetve mi a balesetvizsgálatokkal foglalkozunk, de szeretnénk a megelőzést is szolgálni ezzel a kampánnyal. Nem csak persze a diákokat, hanem a most megforduló utasokat is szeretettel várjuk ezen a rendezvényen. A szakember elmondása szerint az elmúlt években nagyon sok olyan baleset történt, amelyet elkerülhettek volna az érintettek. A balesetek elsősorban abból fakadnak, hogy még mielőtt megállna a vonat érkezéskor, már kinyitják az ajtót, többen leugranak még mozgó vonatról, illetve amikor már elindult a vonat, még akkor érkeznek, és utána futva a vonatnak próbálnak felszállni. Ebből van elég sok baleset, és az elmúlt időszakban sajnos nagyon sok olyan eseményünk, hogy kiugranak a vonatból. Ez többnyire akkor fordulhat elő, hogyha mondjuk későn veszik észre, hogy már le kellett volna szállniuk, vagy rossz vonatra szálltak, és amikor elindul, akkor veszik észre, hogy nem is abba az irányba megy esetleg. És ilyenkor ugye nem, hogy a jegyvizsgálók segítségét kérnék ebbe az esetbe, meg se nem a vészhéket nem húzzák meg, hanem kiugranak a mozgó vonatból. A rendezvényen a diákok fiatalok szereplésével készült oktatófilmet is megtekinthettek, valamint játékos vasútbiztonsági tesztet is kitölthettek az érdeklődők.